Jó napot kívánok, kedves nézőink! Köszöntöm Önöket a televízió képernyője előtt. Híreink következnek. November 18-án 5 órától vetítésre kerül a Bűcs Régen második része, ezúttal az esküvői szokásoké lesz a főszerep. Ezzel egy időben kiállítás nyílik régi és mostani esküvői fotókból és kellékekből a faluház nagy termében. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. A Bűcsi Általános Iskola második díj osztályának szülői közössége jótékonysági táncházat szervez november 18-án 19 órától. Felnőtt belépő 500 forint, diák belépőjegy 250 forint. Támogató jegy is kapható az iskolában, Soltészné Áginál és a faluházban 500 és 1000 forint értékben. Előtte 17 órától a faluház folyosóján házi jellegű sütemények vására 100 forintos darab áron. 10 darab felett előrendelés lehetséges november 16-áig a konyhán vagy az alábbi telefonszámon. Illetve ugyanitt könyvvásár régi könyvekből 100 forintos darab áron. Az est teljes bevételét a leukémiás Bódi Levente gyógykezelésére ajánlják fel. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy településünk 2016-os évben is részt vesz a szociális tűzifa programban. A támogatási kérelmet a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán igényelhető űrlapon kell benyújtani 2016. december 20-áig. Egy lakcímről csak egy kérelem adható be. A támogatás odaítéléséről a képviselőtestület ügyrendi, sport, egészségügyi és szociális bizottsága javaslata alapján a képviselőtestület dönt. Idén is kezdődik az Ulti Klub. Egy kis játék, egy kis beszélgetés. Várunk minden ultizni szeretőt szerdánként. Első alkalom november 16-a, szerda, Bűcs tekepálya. Információ Biki Istvánnál vagy az alábbi telefonszámon. A hét minden napján változatos programmal várja Önöket a faluház. Hétfőn délelőtt 10 órától baba-mama játékos foglalkozás várja a kedves anyukákat és csemetéiket. Kedden 19 órától alakformáló torna várja a csinosodni vágyókat. Szerdánként 3:45-től zumba, 6 órától jóga foglalkozás van a faluház nagy termében. Csütörtökönként este 7 órától kezdődik a kangó foglalkozás. A kangócipő mérete miatt szükséges az előzetes jelentkezés. A mai adásban az általános iskolások mesemondó versenyének második részét tekinthetik meg a nézők. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Köszöntelek titeket ismét a mesemondó versenyünk folytatásában. Most pedig a harmadik és a negyedik évfolyamos tanulókat fogjuk meghallgatni. Benedekelek, a róka meg a macska. Egyszer egy macska az erdőben kószált és találkozott a rókával. Róka úrfi okos, tapasztalt jószág és nagy szava ment az erdőbe. Gondolta és nagy tisztességgel köszöntötte. Jó napot tisztelt róka úrfi, hogy szolgál kedves egészsége? Hogy s mint érzi mögött ebben a mai drága világban? A róka nagy kevélyen tetőtől talpig végig mérte a macskát, nem tudta egyáltalán méltassa-e egy-két szóra. Végül azt mondta, ó, te nyomorult bejössz pedrő, te tarka pajáca, te éhen kórá szegéleső, mi jut eszedbe? Azt mered kérdezni tőlem, hogy vagyok? Milyen iskolát jártál? Miféle mesterséghez értesz? Csak egyetlen egyhez felelt szerényen a macska. Ugyan mihez? Kérdezte a róka. Ha a kutyák a sarkamban vannak, fel tudok kapaszkodni a fára, és megmentem tőlük az írhámat. Ez is valami? Hencegett a róka. Én legalább százféle mesterséget tudok, és ráadásul még egy zsákra való fortélyom is van. Megesik a szívem rajtad, gyere velem, majd én megmagyarázom neked, hogyan kell rászedni a kutyákat. Abban a szempillantásban feltűnik egy vadász négy jóféle kopóval. Nosza fölugrik a macska a fára, kúszik fölfelé a törzsét, megül fenn a tetején, ahol ág is rejti, lomb is takarja, a füle se látszik. Most elő a fortélyen, róka, kom, nyisd ki gyorsan azt a zsákot, kiabálja lefelé a rókának. Hanem a rókát akkor már nyakon csípték, és moccani sem engedték a kopók. Ennyi, ennyi, róka, ófi,
Benne legadtál pálcban a 100 félelmes törzségeddel. Ha ide fel tudtál volna kapaszkodni velem, bezzeg nem hagytad volna ott a fogadat. Az Elektrió Madár népmese. Hol volt, hol nem volt, hetetét országon is túl, volt egy nagy-nagy hegy. Azon a hegyen egy fa, annak a fának egyik ágán egy fészek. Abban a fészekben egy madár. De micsoda madár? Akár hiszitek, akár nem, aranytojó madár, aki minden nap egy aranytojást tolt. Hát egyszer mi történt? Az történt, hogy a madár kirepült a fészkéből, s történetesen éppen akkor járt arra egy vadász. Ahogy meglátta, fölmászott a fára, belenézett a fészekbe, s hát, uram, fia, egy aranytojást látott benne. No, mondta a vadász, kenyerem jövet megettem, de még aranytojó madarat nem láttam. Megfogom, hazaviszem, hadd toljon minél több aranytojást, nekem senki másnak. Nosza hamarosan hurkot vetett, azt a fészekbe beletette, lemászott a fáról, s elbújt mögéje. Úgy várta vissza a madarat, hiszen jött is nem sokára a madár, bolond feje nem vette észre a hurkot, belelépett, beletekergődött. A vadász meg hopp, föl a fára, fogta a madarat, s meg sem állott vele hazáig. Azám, de alig ért haza, elkezdett tűnődni magában. Lennem, hiába hoztam haza az aranytojó madarat. A szomszédaim észreveszik, megirigyelik, s még majd beárulnak engem a királynál. A király meg elveszi tőlem, inkább neki ajándékozom. Úgy tette, ahogy mondta. A bolond vadász elvitte a madarat a királynak, a király meg rögtön kalitkába zárta, s megparancsolta, hogy bőven ellássák ételdel itallal, csak hadd toljon minél több aranytojást, mert hát sok pénz kell a királyoknak. Azám, de alig zárták kalitkába, megszólal az udvarmester. Ugyan, felséges királyom, minek tartasz te ingyen madarat? Hát azt hiszed, hogy van aranytojó madár? Legjobb lesz, ha szabadon ereszted. Azzal a király megfogadta az udvarmester tanácsát, eleresztette a madarat. A madár meg nagy boldogan felszállott a kapu tetejére, s onnét lepottyantott egy aranytojást, s mondta, ami következik. Elég, én voltam bolond, hogy megfogadtam magamat, aztán a vadász volt bolond, hogy elajándékozott, aztán a király is, meg az udvarmester volt bolond. Igazán bolondok voltunk mind, de többet nem leszek bolond. Ezzel a madár visszarepült a fészkébe, s ha a madár vissza nem repült volna, az én mesém is tovább tartott volna. Benedek Arany, a döglött egerek. Volt egyszer egy szegény ember, ez szegény ember, egyszer talisznát vetett a vállára, a talisznyába egy darab kenyeret, egy kicsi paprikászalonna, no meg egy kulacsbor, s kiment a szöllőbe. Ott, ahogy kiment a szöllőbe, előveszi a lábéja zsebébe a résznyelő bicskáját, előszedi a kenyeret, a szalonnát, s megeszi minden befaló falásig. Aztán fogja a kulacsot, s egy hajtásra kiissza mindegy csöppig. Üres volt a talisznya, üres a kulacs is. Mert ez szépen haza. Amit megy mendegél hazafele, látja, hogy az út szélén egy csomó döglött egér fekszik. Megállt gondolkodott, tűnődött magában, hogy ugyan micsoda szerencsétlenség érette ezeket az egereket, hogy így egymásra döglötte, de hiába gondolkodott, úgy se tudta a pár támasztani, ment tovább. Amint egy pár lépésre haladott, meggondolkozik. Ennyi. Visszafordul, felveszek pár egeret, hazaviszem, hogy jó lesz a macskának. Visszafordult, felvett három egeret, betette a tarisznyájába, és hazavitte.
De amíg hazament, megfelekedett az egerekről, letette a talisznyáját, s vacsorához ült. Egyszer csak hozzá súllódik a macska, elkezd dorombolni, hízelkedni. Ennyi, mondja a szegény ember a lányának, most jut eszembe, hogy három döglött egeret hoztam a macskának. El egy lányom, vett ki a talisznyába, szalad a lány, benyúl a talisznyába, s hát uram, teremtöm, nem volt ebben egér, nem volt három egére, három nagyú fehér ezüst talje. Fut az apjához, s mondja nagy örömmel, nézze apám, uram, egérhelyett talje találtam a talisznyában. Ezzel, ez igazán talje, mondja a szegény ember. Hely Istenem megőrült, de nagyon gondolja magában, hát ha a többi egér is ezüsttalérrel változott. Szalad a mezőre, egyenes toda alatt döglött egereket találta. De bizony oda hiába futott, mert az egereknek híre forrása volt. Ha azok az egerek el nem tűntek volna, az émesnő is tovább tartott volna. Bemegyek el mese a dohányról. Egyszer egy szegény emberként üldögélt a kapuban. Amint ott gondolkozik, arra megy az ördög, s odaad neki egy dohánymagot. Azt mondja, ezt a magot vesd el, szegény ember. Majd, ha ki kell, ide jövök. Megkérdezem a nevét, s ha addig ki nem találod, elviszed magammal a pokolba. Nem tudta a szegény ember, mit csináljon. Elvesse-e, ne-e a magot. Ha elveti, az is baj, ha nem veti, az is baj. Így is, úgy is elviszi az ördög. Hát mégis csak elvetette a magot. Ki is kelt a földből egy szép növény, de a nevét nem tudta kitalálni, mert soha olyat nem látott. Mások sem tudták megmondani, mert az volt a világon az első dohány. Jön az ördög, s kérdi a szegény ember. Na szegény ember, tudod a nevét ennek a növénynek? Nem tudom, lelkem ördögöm, kegyelmet zár a fejemnek, majd később kitalálom. Jól van, mondja az ördög, most az egyszer megkegyelmezek, de ha másodszor eljövök, megmond a nevét, mert különben nincs több kegyelem. Elmegy az ördög, s a szegény ember nem találja helyét nagy bánatában, mert olyan szomorú volt, mint a három napos esős idő. Hát kent ugyan miért búsult? Kérdi a felesége. Ó, hagyd el, feleség, ne is kérdezz, úgysem tud segíteni az én bajomon, hát ha mégis segíthetek, mondja az asszony. Addig, s addig faggatta az urát, amíg el nem mondta a baját. No, lássa el, kent, mondta az asszony, ezért ugyan kár búsulni, majd segítek én kenden. Hordjon csak jó csomó sarat az udvarra, a többit bízza rám. A szegény ember jó nagy sarat csinált az udvaron, az asszony meg belefeküdt, jól meghengergőzött benne, hogy csupa sárból tetőtől tartik. Mikor bement a szobába, kihasította a dunnát, belebújt, amit ott volt benne, az minden ráragadott. Mikor kibújt a dunnából, olyan volt, mint egy szörnyeteg. Kimegy az asszony a szobából, hát éppen akkor fordul be az ajtón az ördög. Az asszonynak sem kellett több, szalad egyenesen a dohány palántának. Látja ezt az ördög, s megijed, hogy ez a szörnyeteg még eltapossa a dohány palántát. Oda kiállt a szegény embernek. Hé, atyafi, hé, hasd el onnét azt a szörnyeteget, mert mindjárt eltapossa a dohány palántát. De vezzeg megörült a szegény ember, mert már tudta a nevét annak a növénynek. Az ördög erősen elszégyelte magát, és elkullogott. Most már ismeri mindenki a dohány. Szegény ember, gazdag ember, elterjedt az egész világon, nem hiába kapták az ördögtől az első magot. Kapott kastanya, egyszer volt, hol nem volt, még az operencián is túl volt egy tojá, az megindult világán. Görgött, görgött, egyszer előtt talált egy rucát, azt kéri tőle a rucát, hová mész tojást? Megyek világán.
én is megyek, menjünk együtt. Mennek, mendegelnek, előtalálnak egy kakast. Megkérdi tőlük a kakas, hová mentek, rucakuma? Megyünk világra. Én is megyek, menjünk együtt. Mennek, mendegelnek, előtalálnak egy varrótűt. Megkérdi tőlük a varrótűt, hová mentek, kakaskuma? Megyünk világra. Én is megyek, menjünk együtt. Mennek, mendegelnek, előtalálnak egy rákot. Megkérdi tőlük a rák, hová mentek, tűkoma? Megyünk világra. Én is megyek, menjünk együtt. Mennek, mendegelnek, előtalálnak egy lovat, végre pedig egy ökröt. Ahogy mentek, mendegeltek, beesteledett. Ott volt egy kis ház, abba bementek. Kiki lefeküdt a maga helyére. A tojás befeküdt a tüzes hamuba, a ruca és a kakas felültek a kandalló tetejére, a rák bemászott egy dézsa vízbe, a tű a törölközőbe szúródott belé, a ló lefeküdt a ház közepére, az ökör pedig a pitvarba. Egyszer jön ám haza a 12 farkas, aki a kis ház volt. A legöregebb már messziről elkezdett kiabálni. Fű, fű, de idegen szagot érzed, ki mert bemenni? Volt közöttük egy hányagatja, az azt mondta, hogy ő majd bemegy, nem félül semmitől. Be is ment. Hogy övék volt a ház, egészen tudta a dörgést, mi hol áll. Először a kandalló tetején kereste a gyújtófát, hogy majd még csak gyújt. De a kakas és a ruca elkezdtek lármázni. Akkor benyúlt a homba, hogy majd parazsot keres. De a tojás elpukkant, ahogy szaladt a dézsához. Ott a rák csípte meg, kapkod a törölközőhöz, a tű szúrta meg. Nagy ilyetten a ház közepére ugrik, a ló rúgja oldalba. Ahogy szaladt kifelé, végre az ökör is neki esett. A szarvára kapta, és az udvar közepére lökte. Az elkezdett ordítani, mint a fába szorult féreg. Jaj, fussunk, fussunk, égszakadás, földindulás, valamennyi ördög mind oda bent van. Nyúlok a hamuba, meglőnek puskával, szaladok dézsához, megvárnak orlóval, kapkodok kendőhöz, banyaszúr tűjével, futok ajtó mellé, kilöknek lapáttal, szaladok pitvarba, vesznek vasvillára. Egy kiált, hep, 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 másolni, az feljebb, akkor nagyot estem és bezzeg, jaj volt nekem. Akkor nekiindultak, és még most is futnak, ha meg nem álltak. Volt egy bogyuta ember, de ha ez a bogyuta ember nem lett volna, én sem tudnék mesélni róla. Olyan ember volt, hogy amit mondtak neki, mindent elhitt, amit rábíztak, mindent elfelejtett. Egy nap megházasodott, boldogan élt a párjával, a boldogság után még most is tartana, ha a búzájuk el nem fogyott volna. Egy nap azt mondja a felesége, menj el a nincs tisztünk, menj el a vására, hozz egy békabúzát, őröltesd meg, hogy kenyeret süthessünk. Megy a bogyuta ember, összetalálkozik egy szántóvető emberrel. Ő egyre csak mondogatja. Mondogatja hangosan, hogy el ne felejtse. Békabúza, békabúza. A szántóvető magára vette a mondást. Hogy mersz ilyet mondani, hogy egy békabúza? Három béka van ebbe a földbe elvetve, és más különben is. Így kell köszönni egy szántóvető embernek. Lemázolt neki két pokon. Hát hogy köszönje, hogy az Isten áldja meg a munkájukat. No jó, majd máskor úgy mondom. Menj tovább. Az árokparton berekedik két ember rendkívülien. Leveszi a kalapját, sájuk pikkant. Hogy az Isten áldja meg a munkájukat. Hogy mersz ilyet mondani? Megharagudtak rá, szétváltak, és a bugyutának jól ellátták a baját. Hát hogy kellett volna mondanom? De... hogy az Isten választa szét magukat? Na jó, majd máskor úgy mondom. A falu templomából jött egy esküvői menet, a mennyasszony vőlegény előtt. Elévük ugrik a szegény bogyuta ember is jó hangosan mondja, hogy az Isten választa szét magát.
feleségül egy szép lány, de olyan szegények voltak mind a ketten, hogy egyik őjüknek sem volt semmije, csak annyi ruhája, amennyit felvettek magukra. A leánynak volt egy nénye, s az adom nekik ajándékba egy tyúkot. A többi szomszéd meg rokon vitt tojást, lisztet, úgy, mint szokás a lakodalomban. Mikor elmúlt a lakodalom, hallja a fiatalember, hogy a tyúk rákezdi. Kod, kod, kod. Azt mondja a fiatalasszonynak. Te! Tudod, mit gondoltam? Mit? Öltessünk meg a tyúkot. Van tojás elég? Rakjunk alá 19-et, s mikor kikölti, vele együtt 20 lesz. Felneveljük, mikor nagyok lesznek, eladjuk a 20 tyúkot, s az árán veszünk egy malacot. Azt is felneveljük, s az malacozik 9-et, a 10 disznót eladjuk, s akkor tudunk venni egy lovat, egy hámot s egy szegeret. Ülünk fel ketten, s megyünk kereskedni. Beleegyezel? Bele! Kerítettek egy kosarat, tettek belé egy kicsi gizgaszt, raktak belé 19 tojást, a tyúkot ügyesen rátették, betették az ágy alá. Leültek az ágyra, s kezdtek ott beszélgetni, örvendezni, hogy hát mi lesz, s hogy lesz. Elővesz az ember papírt, ceruzát, kezdi számolni, hogy egy lovat annyival s annyival lehet venni, egy hámot annyival, egy szekeret annyival, 10 disznót annyival lehet eladni. De hát nem futott a számadás. Azt mondja az asszonynak. Te asszony, baj van! Miféle? Hát azt mondja, egy szekeret s hámot tudunk venni, de lóra csak gyengére futja, mert nincs csak mennyi pénzt kapunk a disznókért. Hát azt mondja az asszony, hát az nem baj, majd megerősül. Hát megerősülni megerősül, ha jól adunk enni, de eleinte csak ott tudunk felülni a szekérre, ahol egyenes az út, ahol hegre kell menni, ott le kell szállni, mert a ló nem tud kimenni, ha gyenge lesz. Azt mondja az asszony az embernek, te leszállsz, de én nem. Azt mondja az ember, dehogy nem leszállsz te is. Nem szállok le, te leszállsz, nem szállok le. Úgy összevesztek, hogy az ember kijött a béketűréséből, felugrott, s kérdi az asszonytól. Akkor leszállsz, vagy nem szállsz le? Nem szállok le. Akkor az ember mérgében megfogta az asszony, s akkor átlökött rajta, hogy zsupsz, neki dölt az ágynak. Széttörött az ágy, széttörtek a tojások is mindent szállít. A kotlós megmenekült, ahogy tudott. Kárvallották a kotlót, s a tojásokat máig is élnek, ahogy tudnak, ha meg nem haltak. A bolond szerencséje, hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy király, egyetlen lánya volt, és azon tanakodott a feleségével, hogy kihez is kéne adni. Kihirdették végül, hogy ahhoz adják, aki olyat tud hazudni, amit a király sem hiszel. Ment is oda boldog-boldogtalan, de hiába hazudoztak, a király mindet elhitte. Mindre azt mondta, nagy a virág, megeshetett ez is. Meghallotta ezt két szegény legény, akik testvérek voltak, s ők is elindultak szerencsét próbálni. Pedig az egyik okos volt, a másik meg bolond, amolyan félmúltás szegény. Útközben találtak egy lyukas serpenyőt, ez átlépte, amaz felvette. Aztán találtak egy fadugót is, a bolond azt is felvette, hogy majd azzal bedugja, s abban főzik a lakodalmi csigalevest. Előbb a vágy jelt a király elé, ő azt hazudta, hogy az ő a
színabogjája van, mikor átdobták rajta a kötelet a villával, olyan sokáig volt a villa a levegőben, hogy egy madárfészket rakott rá, kiköltötte a fiókáit, s el is szálltak, mire a túloldalon leért. A király végig hallgatta, de azt mondta erre is, nagy a virág, megeshetett ez is. Na hát, még ezt is elhitte, nézett nagyot az okos legény. Már is ment be a bolond, nevették, kérdi tőle a király, mit akarsz azzal a lyukas serpenyővel? Mondja le a bolond, az igaz, hogy lyukas, de itt van a dugó, azzal bedugjuk, s ebben főzzük a lakodalmi csigalevest. Nevették, de nem bánta, mondta tovább, legelőször a király kisasszonynak mondanék valamit. Mondjad, bolond, csak mondjad, azt mondanám, hogy itt az apja a legnagyobb tolvaj, ő maga is megéri a pénzét. Hazudsz, ez nem a vízisten nem igaz, kiáltott rá mérgesen a király. Noha nem igaz, már is mennyasszony a lánya, főzhetjük a csigalevest. A király meg más már nem is tehetett, beleegyezett a házasságba. S boldogan élnek, mintha meg nem haltak, tetejetlen színben van egy rozsdás fejsze, aki mesén nem hiszi, az faragjon vére. Rókányi meg a vadgalom. Rókányi komám asszonynak este felé még nem volt meg a vacsorára valója. Elnye, elnye, mormogott magában, de rossz napom van ma. Egész nap járok, de semmi sem találok. Szomorúan kullogott az erdőbe, nézett jobbra, nézett balra, felnézett minden fára. Hopp, megvan, Nini a fa tetején, ott turbékol a vadgalamb. Sunyi módon felsandít a fára, s köszön, adjon Isten szépen, burukoló vadgalamb. Buruk, adjon Isten komám asszony, hol jár, mit csinál? A városból jövök szépen, burukoló vadgalamb. A városból? Mi újság? Hely, szomorúság van ott. A király kiadta rendeletbe, hogy ezen túl a vadgalamboknak nem szabad a fán ülni, hanem le kell jönni a földre, és ottan sétálni is szépen rendesen. Ej, igazán? Hát a ő felsége úgy parancsolja, úgy is lesz ezután. Mindjárt le is akar szárni a fáról, mikor Rókányi komám asszony nyugtalan fülelésbe kezdett. Nem látsz, nem hallasz valamit, szépen burukoló vadgalamb? Buruk. Bizony látok. Kit látsz, mit látsz? Látok egy embert. Hát még az ember alatt egy lovat. Hát még a ló mellett egy kutyát. Na akkor Isten áldjon, a király rendeletét nem mutatod meg? Majd máskor haza kell mennem, sok a dolgom. A Rátóti Csikó tojás. A Rátóti csősz egyszer a mezőn egy hamvas úri tököt talált. Tű, fékamatta teremtette, hát ez meg mi lehet? Fölvette, megtapogatta, megszagolta, de nem tudta kitalálni, hogy mi lehet az. Bevitte hát a falu gyűlésre, ahol éppen együtt volt a kupak tanács. Amikor a csősz a tököt letette az asztalra, az értes előjáró urak is mind elszörnyülködtek. Sok időt megértem már, de ilyen Isten teremtmény még világéletemben nem látta, mondta a legöregebb. Nos, én is sok mindenen keresztül mentem, de ilyet még én sem ettem életemben, mondta a második. Hát, ami azt illeti, én sem vagyok már ma egy gyerek, de a fene tudja, hogy ez mi lehet, mondta a harmadik. Már a bíró sem tudta megállni, hogy bele ne szóljon. Hát, atyafia, ez, mint a formája is mutatja, semmi, de semmi más nem lehet, csak tojás. Úgy van, hát persze, hogy tojás, mert mi a durrugom még is lehetne, ha nem tojás. Ezt aztán a csősz is megerősítette azzal, hogy egészen meleg volt, amikor a tarisznyájába tette. A bíró nem hiába volt okos ember, mert ő még azt is tudni akarta, hogy ez a tojás micsoda tojás. Az öreg előjel
gondoltak, de a bíró inkább a csőszre hallgatott, aki azt mondta, hogy akkoriban egy idegen csikó csatangolt a határon. Erre az előjárók is rákezdték. Úgy van, ezt az idegen csikó tojta, mert mi az Isten csodája is tojhatott volna nekünk ekkorát. Nos, szólt a bíró, ha már eddig szerencsésen eljutottunk, most már csak azt mondják meg atyafiak, hogy mi tévők legyünk. Kiköltetjük. Ki ám, de mivel? A mi rovaink nem tojnak, tehát nem is költenek. Mindenki törte a fejét. Végül megint csak a bírónak támadt jó gondolata. Tudják mit, atyafiak? Amihez nincsen elegendő esze a Rátóti lónak, van a Rátóti tanácsnak. Én amondó vagyok, hogy a drága látos tojást költsük ki mi magunk. Nagy szó volt bizez, de azért valamennyien bólintottak rá. A jó példának okáért először a bíró küldte meg a tojást, aztán sorra a többi, ahogy következett. Még bizony ma is ülne rajta valaki, ha a szomszéd falakban rebesgetni nem kezdték volna, hogy a Rátóti gubak tanácsra rázápult a csikó tojás. Romlani kezdett a sok okos hátsó alatt. Erre aztán az előjárók is zúgolódni kezdtek, hogy ők bíz nem ölik tovább senki lova tojását. A bíró nagyon elszomorodott, mert már szentig meg volt győződve róla, hogy a kis csikó már mozog a tojásban. Az előjárók meg már váltig állították, hogy a tojás már megbüdösödött alatt. Erre aztán megállapodtak abban, hogy az áttojást kiviszik a határra, és onnan egy dombról, afelé a falu felé gurítják, amelyik a Rátóti tanács kigúnyolásában a legserényebb volt. Ennek a csodájára aztán minden Rátóti kiállt a kapuba, hogy csúfá lesz téve a rossz nyelvű szomszéd falu. Mikor az orrukat már valamennyien befogták, a bíró gurítania kezdte a tojást. A tojás gurult, a domb alján belegurult egy galagonyabokorba. Ott rapítjára törött, s ugyanabban a pillanatban kiugrott a bokorból egy pici nyúl. Erre aztán egész Rátót elkiáltotta magát. Na, pici csikó! Fut a pici csikó! Utána, emberek! A nép a nyúl után merett. A dombon csak a bíró maradt, s mormogta magában. Nem, megmondtam, hogy a csikó már mozog. Hely, miért is nem ültünk rajta türelemmel még egy-két napig? Köszönjük meg a zöldök. Egyszer volt egy asszony, de az a világon mindent a visszájára cselekedett. Egyszer mondja neki az ura, hogy vigye ki hamarabb az ebédet a szántóba. De ő csak azért is a legkésőbbre vitte ki. Máskor azt mondja neki, hogy vigyen jobb ételeket. De ő csak annál rosszabbakat vitt. Egyszer az ura másképp kezdi el, azt mondja neki, no te feleség, nehogy töltött tyúkot és palacsintát hol, mert látni, a szántónak nem való. De az asszony csak azért töltött tyúkot és palacsintát vitt. Máskor az ember ás egy mély igazat a szántó végébe. Hát látja, hogy jön az asszony az ebéddel, leülnek a kötör mellé jönni. Azt mondja az ember az asszonynak, nehogy beleessél a kötörbe, de az asszony csak azért is beleesett. Az ember ott hagyta és hazament. Az asszony eleget próbált kijönni, de nem tudott. Egyszer azt mondja magában, bárcsak valaki az ördög innen kibénne, hát ott teremt az ördög. Azt mondja neki az ördög, no azért jöttem, hogy kivigyelek, ülj fel a hátamra. Hát az asszony felült, az ördög pedig kivitte. Azt mondja az ördög, no most már szállj le a hátamra. Azt mondja az asszony, én bizony nem. Azt mondja az ördög, no várj csak, majd leszállsz te. Ahogy nyalgalni kezdett vele az ördög, egyik hegyről le, másikra fel. De csak hamar elfáradt, és a menyecske mégsem szállott le. Azt mondja az ördög, na most már szállj le a hátamra. Azt mondja az asszony, én bizony nem. Megint nyalgal vele az ördög, amíg jól elfáradt. Megint azt mondja neki, na most már szállj le a hátamra. Azt mondja az asszony, én bizony nem.
Megbúsulja magát az ördög, hogy most már mit csinálja. Hát látja, hogy jön egy katona, azt mondja neki, hogyha ezt az asszonyt lehajtja a hátamra, én Kendet királlyá teszem. A katona leszállod a vállal, neki megy az asszonynak, hogyha nem száll le az ördög hátára, akkor ketté vágja. De az asszony csak azt mondja, én bizony nem. Hadar feléje a karddal a katona, azt mondja neki nagy mérgesen, szállj le az ördög hátára, mert ha nem, elvégzem az életedet. De az asszony csak azt mondja, én bizony nem. Azt mondja a katona, hát ha nem, ülj ott az ördögbe. Azt mondja az asszony, én bizony nem ülök. Avval leszökött az ördög hátára, az meg úgy elfutott, mint a szél. Másnap megy hazafelé a katona, az ördög már várta egy híd alatt, hogy tegye meg királyra. Hát látja messze-messze, hogy jön a katona. Oda kiált neki. Hely, katona uram, nem jön az asszony? Vissza kiált. Nem jön, ne félj semmit. Oda érkezik a katona, kibújik az ördög a híd alól. Azt mondja az ördög, no én téged királlyá teszlek. Csak annyit kell tenned, hogy elmész a király leányához, amíg te odaérsz, én addig elfoglalom. Csak mindenkinek odaígéri, csak hogy engem ki tudjon űzni, de senki rajtad kívül nem tudsz kiűzni. Csak annyit kell mondanom, búj ki ördög, és én egyszerűbe kibújok, és elfoglalok egy másik királyra. De onnét te nehogy kiűz, mert hogyha kiűzöl, beléd bújok, és örökre bennéd maradok. Hát elmegy a katona a városba, hát híre van mindenfelé, hogy az ördög elfoglalta a király leányát, és annak, aki ki tudná űzni, annak adná a király leányát, a fele királyságát, és folyta után pedig az egészet. Megörül ennek a katona, hát elmegy, bejelenteti magát, hogy ő ki tudja űzni. Azt mondja az ördögnek, búj ki ördög! Az ördög kibúj, a katona elveszi feleségül a király leányát, és király lesz. Hát jön az újság, hogy az ördög elfoglalt egy másik királylány. Oda is hívatták, de neki nem volt kedve elmenni, mert eszében volt, hogy mit mondott neki az ördög, de hogy sok kincset, drágaságot ígértek, hát elment. Azt mondja az ördögnek, búj ki ördög! Az ördög kibúj, hogy bújjék a bolt katonába, de az neki toppan. Hallod-e ördög? Jön az asszony! Az ördög úgy elfutott ilyetébe, hogy lába sem érte a földön. Máig is fut, ha meg nem állt. Az én uram tudja, hogy mit csinál. Volt egyszer egy szegény ember. Azt mondja egyszer csak a feleségének. Édes feleségem! Elviszem a lovat a vásárba, s eladom. Hát, ha úgy akarod, adjad. Vagy elcserélem, meglátom, mit csinálok vele. Hát, te tudod, hogy mit csinálsz. Amit te csinálsz, az minden jó. Elmegy az ember, elviszi a lovat. S ahogy megyen a vásárba, messze volt a vásár, találkozott egy emberrel, az is vitt egy tehenet. Azt mondja, ha vásárba mész, pajtás? Oda megyek, el akarom adni ezt a tehenet, akarok venni belőle lovat. Na-na, azt mondja, talán cserélhetnénk. Hát én nem bánom, azt mondja, cseréljünk. Úgyhogy az ember elcserélte a lovat a tehénnel. Úgy is örök ki, mondja a feleségem, hogy milyen jó lenne egy kicsit a háznál. De gondolja, nem tér vissza a tehénnel. Elmegyes, bénéz a vásárba, megy a nő is az emberrel. Ott közben látja, hogy egy másik ember viszel egy juhot kötelem. Azt mondja, hová mész, pajtás? Megyek a vásárba, el akarom adni ezt a juhot. Jaj, azt mondja, el kellene cseréljük. Az én felségem mindig mondja, hogy bár lenne juh, akkor lenne orda, lenne sart, meg gyapjú. El kellene cseréljük. El is cserélte az ember szívesen, hiszen a tehén többet ért. Na, mennek tovább a vásárba. Miközben mennek, látja, hogy egy ember a hóna alatt viszen egy szép libát. Azt mondja, eladni viszed azt a szép libát? Igen.
el kellett cseréljük ebbe a juval. Az én felségem mindig mondja, hogy bár lenne liba itt a parton, itt a patak szélen elegelne, s lenne tolla meg tojna, s lenne kicsi pipe. Hát jó, cseréljük, azt mondja az ember. Elcserélték, vitte a libát, amint vitte, már mindjárt érkezett volna B a városba, a vásárba, hát látja, hogy egy ember viszene kendelmagas tyúkot. Hí, te! Azt mondja. Hová? El kell cseréljük azt a tyúkot a libámmal. Az én felségem mindig mondja, hogy a kendelmagas tyúkok a legjobb tojó. Örökkétig haragszik, hogy nincs tojás a háznál. Hát cseréljük, azt mondja az ember, mert úgy vélte, hogy a liba többet ér. Elcserélték. Akkor az egyik is, a másik is mennek B a kocsmába, mert már éppen a város szélén voltak, ott volt a kocsma, gondolja. Ő is B megyen, már a sok vásár után legalább egy pohár italt iszik. És mikor B ment, hát egy zsák alma oda volt állítva az ajtóhoz. És ő nem vette észre, s eldűjtötte. Oda megy a gazdája, s rá kiált, hogy hát, nem ügyelsz, s nem nézed a lábod alá? Eldűjtötted a zsákomat? Hát mi van a zsákodba? Holló almát viszek eladni? Jaj, azt mondja, mennyiért adod? El kellene cseréljük ebbe a tyúkkal. Mindig mondja az esző, hogy sütne lepint, meg azt, meg ezt csinálna, s nincs almája. Hát cseréljük, azt mondja az ember, mert úgy vélte, hogy egy tyúk többet ér. Elcserélték, mondja az ember. Na gyere, igyunk rá egy pohár bort. Amint isznak, közben elmondja, hogy immár mennyi vásárt csinált az úton, hogy egy lóval indult el, s elcserélte egy tehénnel. A tehenet egy juval, s a juhot egy libával, s a libát egy tyúkkal, s most vedd az almával. Meghallotta ezt három kereskedő, hogy az asztalnál ivás közben ezeket beszéli. Na aztán, ha hazamész, azt mondják, lesz nem ulas, majd a feleséged a tűzre teszem. Engem aztán nem, mert az asszony azt mondja, amit én teszek, az mindig jó. Na azt szeretnők látni, azt bizony megláthatják. Fogadtak egy zacskó pénzben. Ment is a három kereskedő haza az emberre. De az ember azt mondta, hogy ő a bőribe fogad, mert neki pénze nincsen. Na, bement a három kereskedő, megyen az ember, s még ment két tanú. Egyik, amelyik a hullóalmát adta, s került még ott egy másik is. Elmennek haza. Mikor bémennek, viszi az ember a zsák almát. Na, feleség, eladtam a lovat, elcseréltem szép tehénnel. Az már jó, legalább most lesz te a háznál. Áll csak, mert aztán tehenet is elcseréltem egy juval. Már még jobb, legalább lesz gyapjus, lesz orda, sajt. Ho-ho, áll csak, mert aztán juhot is elcseréltem egy libával. Az is jó, legalább lesz tol. Ho-ho, áll csak, hogy mondjam el, mert a libát elcseréltem egy tyúkkal, kendelmagossal. Azután elcserélte a tyúkot ebben a hullóalmával. Na, azt is jól tetted? Éppen máma mentem át a szomszédba a papíkhoz, hogy kérjek vagy négy almát, hogy süssek valami lepényt, s nem volt még négy almája sem. Nekünk legalább most több van, mint nekiek. Jól van, kedves uram, amit te teszel, az mindig jó. Megölelte az urát, s megcsókolta. Összenézett a három kereskedő, ott kellett hagyják a zacskó aranyat. Hát fogadás, fogadás, azzal elmentek haza. Így aztán kifizetődött a ló, de az nem egy zacskó aranyat ért, fél zacskót sem. Pénzük is volt, békesség is volt, ma is élnek nagy békében, és még máig is élnek, ha meg nem hódtak. Hely, Rokánika mámasszony, ugyan mit gondoltál, mikor házulról indultál? Ezt kérdem én tőled, hogy mit gondoltam? Kérdezte alázatosan Hely, Rokánika mámasszony. Ugyan mit gondoltam volna, kedves a legnagyapú,
Semmit, de semmit nem gondoltam, csak házulra elindultam. Hiszi a piszi, mondtam én magamban, mert ismerem én a komámasszony, mindig valami rosszban sántikál, de azért csak hagytam, hogy menjen útjára. Tudom, mindjárt kiszül, hogy lavaskodik, mesterkedik ők igyelme. Hát csak néztem a komámasszonytán, hogy lám, mit csinál? No, egyebet nem csinál, csak billeget, ballagot, körülnézett, megállt, és aztán egyszerre csak egyet ugrott, kettőt zökkent, s ott elmett a réten, ahol 100 liba legem. No lesz itt most galiba? Hely, de jó helyre kerültem, újjongott a kamámasszony, s elkezdett jó hangosan nótázni, úgy, hogy csak is zengett a rét. 100 liba egy sorba, mennek a templomba, elől megy a gúná, jaj, de szépen sétál, 100 liba egy sorba. De bezzel nem ment sorba a 100 liba, mikor kamámasszony nótáját meghallották. Nagy kigágolással szaladt mind a bokorba, hiszen szaladhattak, mert felelem mégsem bújhattak. Ott állt előttük kamámasszony, s köszön neki killendően. Adj Isten 100 liba! Mit akarsz, kérdezte a gúnát? Nem akarok én szambirassak, gúnát koma. Mit gondol rólam, kedves kamámram? Hisz akartam rosszat életemben. Nem akarok én semmi rosszat, most sem azt akarod, egy-két üvált a sarakban, tetszik vagy nem, felfelok. Hely, sokadalom, riadalom, lett szörnyű nagy riadalom. Kamám, azt a nyilgalmazzal könyörögtek mind a levág, Kamámasszony nagyot toppan, nagyot kiáll, nincs égdalom, kegyelem, mind a százat menjelem. De kamám, drága kedves kamámasszony, már csak addig írgalmazzam, kanyarogtak mind a libák, míg elmondunk egy imát. Én mondta a kamámasszony, s közben szemét forgatta. Én mindig vallásos voltam, a templomért már meghódtam. Hát csak rajta jó libá, mondjátok el az imát. Hány 100 liba egy bokorban imádkoznak szépen sorba. Megkezdi a gúnát, gigágá, gigá, gigágá. Reggel elkezdi, s estig sem vészli, s adta 100 libája, nem várhat sorára. Gigágá, gigá, gigá, gigágá. Nem lesz ennek soha vége, győzi el a liba gége. S most már szegény fejem, mit csinálja? Fussak a vagyája? Ne, mondanám a mesét tovább, nem áll, de a gigágáz, gigágáz a liba gége, a mesémnek itt a vége. Kutya szeretne lenni. Egyszer volt egy gazdaember, s annak egy nagy kamasz fia. Kimegy ez a gazdaember a mezőre, ment vele a fia is, mentek a cselédjei, a napszámosok, gyűjtötték erősen a szénát, hogy csak úgy csurgott róluk a verejték. Mindenki dolgozott, csak a gazda kutyája nem. Az ott heverészett a bokor tövébe, a jó árnyékban. Látja ezt a gazda fia? Megiridli a kutya dolgát, s felsóhajt keservesen. Hely, édesapám, de szeretnék kutya lenni. Szeretnél-e, fiam? Mondja az ember. No, ha szeretnél, feküdj a kutya mellé, ne dolgozz, én nem bánom. Hiszen a legény kétszer sem mondotta magának. Lefeküdt a bokor alá, nagyot aludott, míg a többi emberek dolgoztak. S esze ágában sem volt, hogy megfogja a villany elét. No, hanem elkövetkezett az ebéd ideje, a gazda a cselédjeivel, meg a napszámosaival a tál elé ült. S kanalazták a kaszás levest. De a legény közel sem eresztették a tálhoz, csak csontot meg kenyérhelyet dobtak neki. Hiszen a legény nem bánta erősen, mert még nem volt éhes. Ebéd után megint leverett a bokor alá, s ott evett uzsonnáig. Elejönnek a cselédje, s a napszámosok az uzsonnához. De bezzeg a legény is fölkett a bokor alól, s oda ment, hogy neki is adjanak valamit. Várj csak a sorod a fiam, mondotta a gazda, majd te is megkapod becsületesen a magadét, amikor a kutya.
s megint csak kenyérhéjjal dobtak neki. De már este felé zöldet vörset látott a fiú szeme, s azt mondta az apjának: édesapám, elég volt a kutyaságból, nem leszek én többet kutya, mert mégiscsak igaz az, hogy a kutyának kutyául van dolga. Látod, fiam, látod, mondotta a gazda, az ember legyen ember, a kutya legyen kutya. Bezzeg ezután a legény megfogta a villanyelét, nem kívánta meg többet a kutya sorsát. A harmadik osztályosokat hirdetném először. Harmadik helyen Csirmaz Viktória. Kettő második helyezettünk is lett. Az egyik második helyezettünk Dobec Réka. A másik pedig Hegymegy Dániel. Gratulálunk nagyapának! És az izgalom, az első helyezett, aki nem más, mint Mészáros Máté. Most pedig kérnénk minden harmadikos mesemondót, aki nem kapott díjat, hogy fáradjon ide és kap egy pici ajándékot a tanárnéniktől. Még nehezebb dolgunk volt. Itt kettő gyermeket emelnénk ki. A négy induló volt összesen ugye a negyedik osztályban, és kettő fő díjaznánk. Az egyik az Lippai Marian Fulva. Másik két mesemondót is szeretnénk, hogyha kijönne ide, ők is kapnak egy kicsi ajándékot. Mesékkel érkeztetek hozzánk, és remélem jövőre is találkozunk itt a faluházban. Ha lehet, még többen tanultok meg ilyen gyönyörű meséket.